Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Szellemi vetélkedő rejtvény formájában a Sáfrik Szélmalomnál rendezett malomest és a felsőszállás különleges közössége lesz a mai műsorunknak a fókuszában. Nézzék meg velünk a részleteket! Skandináv, kevert, teljes kevert szerkezd újra. Rejtvény típusok, melyek sokak szórakozását, tartalmas időtöltését szolgálják. Vannak azonban nem is kevesen, akik profi módon versengenek egymással a bajnoki címekért. Legutóbb a Csipke Hotel adott otthont a Rejtvényfejtők Országos Egyesülete által szervezett egyik legnépesebb szellemi vetélkedőnek. Telt ház a Csipke Hotel konferencia termében. Közel 100-an ültek asztalhoz, hogy versenyre keljenek rejtvényfejtésben a halaskupáért. Rejtvényklubok működnek a városokban, és a rejtvényklubok maguk megszerveznek egy-egy versenyt, és lehet pályázni, és akkor évelején az egyesület kírja a pályázatot, és akkor általában ilyen 8-10 versenyhelyszín, mint például most ugye az önöké is, beadja a pályázatot, és akkor 8-10 országos verseny van. És akkor oda mennek, akik szeretnének. Általában van egy ilyen, mint látja, egy ilyen 60-70-80 fős játékos gárda, akik ugye végigjárják ezt az országos versenyeket, és hát persze mindig van olyan, akik csak az adott versenyre ott a környékről jönnek. 4 kategória van, kezdő, haladó, mesterjelölt és mester. Pontverseny van, éves pontverseny van, és ezek alapján lehet följebb kerülni, meg a jó eredmények alapján. A legfontosabb szóval általában 2 verseny van egy-egy kategóriában, és hát minél előbb és minél kevesebb hibával kell. Tehát először az a jobb, akinek kevesebb hibája van, és az azonos hibaszámok között, aki hamarabb befejezte, az ér el jobb eredményt, helyezést. Az országos körverseny egyik legnagyobb sztárja egy pikáns esemény apropóján kezdett rejtvényt fejteni. A szenvedély az nagyon régen kezdődött, még általános iskolás koromban próbálkoztam. Aztán a fülest azt megjelenése óta szinte fejtem. Aztán az első versenyre, az első válásom után mentem el, mint felszabadított, a felszabadulási emlékversenyre, Szombathelyre, 81. április 4-én, és azóta járok versenyekre. Haladó voltam 89-ig, és utána hát megnyertem az éves pontszerzőt, és így kerültem föl mesterbe. Mesterben milyen feladatok vannak, és milyen kihívást érez ilyenkor saját magában? Hát tulajdonképpen otthon is csak ilyen rejtvényeket fejtek már. Teljes kevert, kevert újra szerkesztés. Nehezek. Nekünk is nehezek, nem csak az átlagos rejtvényfejtőnek. Egyesebben nem nehezek, fogósak. Logika, egy kis elvonatkoztatás, gondolattársítás, és összejön. Türelem. Halas is büszkélkedhet kiváló fejtőkkel. A gyermekorvos dr. Búza Márta például sok-sok élményt köszönhet a családi tradíciónak. Mondhatom azt, hogy ez családi hagyomány már, és tovább is adtam a lányaimnak. Édesanyámtól vettem át ezt a szokását, szinte az írás-olvasással együtt már kisebb rejtvényeket már akkor fejtettem, úgyhogy ez már több évtizedes hobbim. Mennyiben más a hobbi rejtvényfejtés, mint aki versenyez? Hát igényességben talán, nehézségi fokban. Az, hogy mindig arra törekedtem, hogy teljesen fejtsem meg, ez már versenyzés előtt is így volt, hogy teljesen kitöltsem az ábrát. Itt is ez a lényeg, hogy a feladatot megoldjuk teljes egészében. Most a mesterjelölt kategóriában indulok, de néha előfordul, hogy csapatversenyben mester kategóriában is. Attól függ csapattársak, kik. Ez mit jelent tulajdonképpen, hogy valaki mester vagy mesterjelölt? Hát ez a rejtvényfejtésnek a szintje, besorolása. Márti, mi kell ahhoz, hogy valaki jó rejtvényfejtő legyen? Milyen tulajdonságok szükségesek hozzá, vagy milyen intelligencia, milyen felkészültség?
Hát a felkészülés az inkább a gyakorlás, hiszen vannak visszatérő meghatározások. Utána nézni annak, amit nem tudunk, kell hozzá memória, mindenképpen fejleszti az agytevékenységet, a szellemi tevékenységet. Erre kis időket tudok szakítani, de ebben éppen az a jó, hogy félbe lehet hagyni a rejtvényt, vissza lehet rátérni. A versenyen nem így van, tehát itt ugye nekiülünk, megfejtjük teljes egészében, de amikor a gyakorlás az rövid időt is igénybe vehet, abba tudom hagyni, amikor legközelebb megint van rá időm, folytatom. A halas kupán meglepetések, hihetetlen eredmények születtek. Dr. Búza Márta viszont remekelt. Mesterjelölt kategóriában, csapatban ezüstérmet érdemelt. Lótartása Kiskunságon. Ezzel a címmel pénteken a Torma János Múzeumban nyílt kiállítás. Köszöntőt mondott Fülöp Róbert városunk polgármestere. A tárlatot megnyitotta Bartók László, a parádfürdői híres Cifra Istállón nyugalmazott méntelep vezetője. Közreműködött a Kiskunhalasi Városi Vegyes Kar Faddi István névvezetésével. Szombaton indiai estkért figyelmet a halasiaktól. A Közösségek Házában rendezett tematikus napon táncbemutatók, indiai ételek kóstolója, tartalmas előadás, élő koncert és fotókiállítás várta az érdeklődőket. Az eseményt megtisztelte jelenlétével ő excellenciája Rahul Chabra, India magyarországi nagykövete is, akinek ez volt az első hivatalos látogatása hazánkban. És nemzet a nemzetre rohant. Ezzel a mottóval kedden délután a MÁK művelődési házban nyílt első világháború katonaportréi címmel tárlat a Pásztortűz Egyesület és a Krajcáros Alapítvány közös szervezésében. Köszöntőt mondott Német István és Végső István. A kiállítást megnyitotta Kovács Géza. Közreműködött a Szilaj Citera Zenekar és az Erdélyi Csillagok Irodalmi Egyesület. A tárlat október 22-ig ingyenesen látogatható. Szintén kedden este a Közösségek Házában vehettek részt egy nagyszerű színházi élményben az érdeklődők. A Szabadkai Subway Társulat városunkban először állította színpadra a már több helyszínen vízhangos sikert aratott Gaudeamus Igitur című darabot. A kiváló szereposztás garanciát jelentett a lendületes, fordulatos, humoros történetmeséléshez. A jövő héten indul a könyvtári hét. Mai első vendégem Erhard György, a Martonosi Pálvárosi Könyvtár igazgatója. Szeretettel köszöntelek a stúdióban. Én is köszöntöm, sok szeretettel a nézőket. Itt az őszi időszakban, ahogy egyre rövidebbek úgymond a nappalok, elkezdődik, elérkezik a könyvtári hétnek is az ideje. Miért jelentős ez? Egyre hűvösebbek a napok, egyre kevesebb időt tudunk a szabadban tölteni. Jó szívvel tudom ajánlani a intézményünket, nem csak a megújuló könyvválaszték miatt is, hanem a jövő héten megrendezésre kerülő programsorozat miatt is. A könyvtári hétnek mi az igazi eszenciája, mi az, ami nagyon jelentőssé teszi a számotokra? Ez a könyvtári hét tulajdonképpen azért alakult, és azért rendezzük meg, hogy népszerűsítsük a hagyományos és megújuló szolgáltatásainkat, és megismertessük az olvasókkal. Valamint őszintén bevallom, hogy a sokszínű programok megrendezésével egy kicsit szeretnénk szélesíteni az olvasótáborunkat is. Akkor nézzük is a programokat, hogy a jövő héten mivel várjátok az érdeklődőket. Jövő héten szerdán Gila János művelődés történész könyv bemutatójára kerül sor. Csütörtökön a Ne felejts ház lakóinak, dolgozóinak a kiállítását fogjuk megnyitni. Pénteken pedig halasi születésű kötődésű Rigó Bélának az új könyvét fogjuk bemutatni. Erről a két könyvről néhány szót, hogyha lehet, hogyha mondanál a nézőknek. Gila János, ő egy nyugdíjas népművelő, és nyugdíjas éveiben a Bács-Kiskun megye művelődés történetével kapcsolatos kutatásokat végzett, és ebben a témában több könyvet is megjelentetett, ez nálunk megtalálható. Hát őszintén bevallom, hogy a Rigó Béla könyvéről még mi se igazán tudunk, úgyhogy ez valódi meglepetés lesz, ezért is várjuk sok szeretettel az érdeklődőket. Ezen a héten mindig van egy nap, ami igazi megbocsátást jelent. Ez mit jelent valójában az olvasók számára?
Ez 9-én pénteken lesz, a megbocsátás napja. Ez azt jelenti, hogy a késedelmi díj nélkül lehet visszahozni a könyveket. A felnőttek mellett a gyermekekre is természetesen nagy hangsúlyt fektet a könyvtáratok. Ezen a héten is voltak gyermekprogramok. Mik voltak ezek, és a jövőben mivel várjátok őket? A népmese napja volt szeptember 30-án. Ehhez a naphoz kapcsolódóan több rendezvényt is tartottunk. Kedden 29-én délelőtt a Szivárvány Báb Színház előadásán vehettek részt a gyermekek. Mai nap délelőtt pedig kolléganőim a református óvodában tartottak mesefoglalkozást. Az évszakokhoz, valamint a jeles napokhoz kapcsolódóan továbbra is rendezünk kézműves foglalkozásokat. Ezekre szeretettel várjuk a gyermekeket éppen úgy, mint a szüleiket is. Az őszi szünet beköszöntével is szintén készültök a gyerekek számára. Milyen programokkal? Ezen a héten egy őszhöz kapcsolódó kézműves foglalkozást tartunk. A pontos időpontot majd a honlapon fogjuk közzétenni. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Végül egy könyvet, hogyha lehet még ajánlani az olvasók figyelmébe, mi az, ami most igazán új, és nagyon jó szívvel ajánlanád azoknak, akik kíváncsiak? Fábián Jankát nagyon sokan ismerik és szeretik, főleg a hölgyek között népszerű. Az utóbbi néhány hétben beszereztünk tőle néhány könyvet, tehát meg lehet találni, és el lehet vinni haza elolvasni. Valamint a gyerekek körében igazán népszerű Bartos Erika könyvekből is több sorozatot megvásároltunk, mert tényleg nagyon népszerű, úgyhogy bátran jöhetnek a kisgyermekes családok is, ki tudjuk őket szolgálni. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és elmondtad az információkat, akkor minél több olvasót kívánok a könyvtárba. Köszönjük szépen, és sok szeretettel várjuk a kedves érdeklődőket, látogatókat. Közösséget építenek. Néhány napja Krivai Rozália birtokán ismét összegyűltek a felső szállásiak. Mindenki hozott valami finomságot, idén 9. éve, hogy így ősszel szomszédolnak egyet. Évközben is összetartanak, segítik egymást a felső szállásiak, a közösség építő tevékenységgel egy országos elismerést is kivívott a közösség. A következő percekben ismerik meg azokat, akik szerint a barátság, a jó szomszédság mindennél többet ér. Krivai Rozália birtoka az Olajosok útja mentén található, már 9. éve gyűlnek itt össze a felső szállásiak egy baráti beszélgetésre. Mettől meddig felső szállás? Hát a Tázdári Köves úttól a Majsai Köves út, és szerintem a vasút vonala és a Harkai határ. Hányan laknak errefelé? Hú, azt nem. Kb. 50-en körülbelül gondolom én. Na miért jó felső szállásinak lenni? Én Tanyán születtem valamikor, igaz nem felsőszállásra, hanem Prónafalván vagy Tázdáron. Ma 58-9-ben költöztünk felsőszállásra, és azóta én itt élek. Ezt szerettem meg. A lányok asszonyok kora reggeltől sürögtek, forogtak a kemence körül, készültek a kelt kalácsok, a kenyérlángosok. Ez nagyon jó. Finom. Olaszok elsúnyoghatnak a pizzájukkal, nem? Hát szerintem, ja. Az ötletgazda ez idő alatt is a konyhában szorgoskodott. Hát ez már nagyon régóta megfogalmazódott bennünk, tulajdonképpen azért, mert ennek a szerény kis lakosságunknak nem nagyon van, aki összefogja. És akkor egyszer itt Ürmös Balázs bácsi kapcsán meg a többi idősebb kapcsán derült, vagyis került ez szóba, és aztán egyszer csak úgy gondolom 9 éve, akkor úgy döntöttünk, hogy akkor most megcsináljuk. Mindenki, ami éppen van otthon, amiért nem kell fizetni, amit megtermelünk, azt összeadjuk, és ez a nap ez erről szól, hogy leülünk, egy kicsit beszélgetünk, törődünk egymással. Ha megvolt a barlog is, hogy ne menj arra, mert visz az recső szagony hójába, de cső, a kukorica cső, beleteszik fő a fazékot. Egész más. A kurucon is laktam, az eszén is van lakásom, és hát egy a tiszta levegő, a másik a szomszédokat, nem ismerjük a szomszédokat. Itt meg azért összejárunk, tudjuk, hogy ki a szomszéd, segítünk egymáson, ha valami gondban.
És ez egész más. Ez egész más. És ezt a felsőszállási napokat, hogy tartsa itt a Rózsika, ez kimondhatatlanna. Egy kicsit legalább kikapcsolódnak az emberek. Tudja, milyen nehéz a mai helyzet, és akkor itt legalább. Hát jó szokott sikerén, hál' Istennek mindig. Felsőszállási tyúkúsleves, mi kell hozzá? Répa, zöldségek, burgonya, zeller, ami kell, minden jó, ami megterem itt. Tyúkot meg elütjük. Persze, de ha levágjuk, az is jó. Nincs ott a flanc, meg egy úri nyavaja, marcsa leszel, nem mariska, szénát eszel, mint a riska, meglátod, hogy te leszel a pár. Amíg főttek a finom étkek, addig Lukács István adta a talpalávalót a legjobb felsőszállási nótákkal. Nagyon sok van, mert amit én nem tudok, azt a felsőszállásiak azok majd megtanítanak. Mit kérnek itt leginkább? Hát igazából szerintem a csárdást, azt nagyon szeretik meg azért a lassúkat, úgyhogy majd megpróbálunk nekik mindegyikből teljesíteni valamit. A körzet önkormányzati képviselője szerint példaértékű a felsőszállásiak összefogása. Ha bármit észrevesznek, vagy észlelnek a szomszédok, akár egy villámcsapás okozta tüzet, már szaladnak és segítenek és oltanak, de nyári, vagy őszi, vagy téli munkákba is számíthatnak egymásra, vagy a hóeltakarításba, hát szerintem nagyon, nagyon érdekes lehet, és mondom, példaértékű ez az összefogás és összetartás, ami köztük megvan még. Délben az ebéd előtt aztán jöhetett a nagy bejelentés. Kiderült, hogy egy országos elismerést is kap a közösség. Minden évben az Omékra lehet jelentkezni legjobb állattenyésztő, legjobb növénytermesztő lehetőségekkel, és a kiírások között szerepelt, hogy táj, érték, ember kategóriába különböző település részek is nevezhetnek, és ezt amikor megláttuk, akkor láttam, hogy felsőszállás erre rendkívül alkalmas, mert itt pont a kiírásnak megfelelően gazdálkodnak. Itt levő emberek pont ennek megfelelően élnek, a közösség létrejött, és ezért májusban én beadtam a pályázatot. És akkor sikerült győzni? Hát eddig nem nagyon mertük elmondani, de most a Fazekas Sándor miniszter úr értesített bennünket, hogy az Omékon átvehetjük a díjat. Gratulálunk, felsőszállásiak, csak így tovább. Egyet ígérhetünk, jövőre is eljövünk, mert ilyen fogadtatást és ilyen búcsúztatást ritkán lát egy tévéstáb. Itt van az ősz, itt van újra. Évek óta ilyenkor a malomest nyújt tartalmas időtöltést, sőt feltöltődést nagyon sok halasi számára. A rendre népi hagyományőrző tematikára épülő műsorfolyam kora délutántól késő éjszakáig bátja a fellépőket a Sáfrik malom dombján. Idén több váratlan fordulat és előadó tette emlékezetessé a 8. zenélő szél malomestet. A Bócsai Citera zenekar adta meg a 8. malomest alaphangulatát a picit borús, szomorkás időjárás ellensúlyozásaként. A csapat, bár sok évtizede működik eredményesen, lendületük példaértékű. Ez nekünk most új, mert először vagyunk a szélmalomnál, viszont a halasi kapcsolat az már több mint egy évtizedes. A Szilaj Citera zenekarra rendszeres, ők is nálunk vendégeskednek, mi is, ez évente szinten majd, hogy nem éves szinten. Szilaj bálba is voltunk, a Szilaj majádison is, és tehát ők is, amikor mi rendezünk valamit, akkor ők is természetesen ott vannak. Ez ilyen viszont meghívásos dolog. A Weigel Pál, ha lehetne, mindig festene. Természetesen most is kapott az alkalmon. Hoztam néhány vászat, és akkor tudod, ilyen rögtönzést tudod improvizálni. Miért gondoltad úgy, hogy ide jössz? A Pityukért az, hogy gyere már, azt mondja, hogy festegesél. Még így nyilvánosan nem festettem, de hát meg kell szokni. Ez az első alkalom, hogy így festesz ilyen körülmények között? Igen. És mit fogsz ma készíteni, hogyan, mit terveztél mára? Tehát csak ezeket. Nem, tudod, ilyen nagy dologhoz hozzáfogni nem lehet.
A festés mellett a fafaragás is helyet kapott a domboldalban. Ezeket hársfából, különböző fadarabokból csináltam. Ez egy régi szenvedélyem. Valamikor tanultam is a német Kálmán szobrászt, faszobrászt művésztől. És itt főleg a motivumaim azok olyan népies, meg a különböző elképzeléseknek a motivumai. A nyolcadik malomest legnagyobb meglepetését Birinyi József népzenész, hangszergyűjtő, a Hungarikum Szövetség elnöke hozta. Az előadó művésznek is elsőrangú népzene kutató az 1300 darabos gyűjteményéből válogatott ezúttal. 20-25 darab hangszert fogok megszólaltatni, minden percre jut szinte egy, gyakorlatilag citaraféléktől tekerő, duda, tilinkó, nátsíp, dorom, koboz, sok mindenféle van, de hoztam zsebhegedűt is, ami egészen pici, 17,5 centi a menzúrája, ez volt a legkisebb hangszer, a gyűjteménynek egy kuriózum darabja, Bécsből vásároltuk vissza, amelyet az ötvös család, tehát ez a bizonyos zeneboholc család legidősebb tagja a Városligetben használta, van másik, és ez volt a legutolsó hangszer, ami a frak zsebéből még elő, azt hitték, hogy már nincs semmi, és akkor azt elővette, de nem csak, hogy hangkeltésre alkalmas, hanem a legkisebb hegedű, amivel még dallamot, ha az embernek nagyon ügyes a keze, akkor ki lehet játszani rajta. Általában van egy standard kínálat, tehát kb. 60-70 hangszert szoktam hangszerbemutató műsorra vinni, de az úgy minimum másfél órát igényel, ugye, mert mindegyikről beszélek, mindegyikkel játszom, és ha van rá lehetőség, mód, akkor a közönséggel közösen is produkálunk, vagy énekelünk, zenekart alakítunk, tehát előfordul. Most ugye miután egy kamara fellépésről van szó, ezért egy keresztmetszetet válogattam, hogy azért a legjellegzetesebb magyar történeti népi hangszerek megszólaljanak, de néhány kuriózum darab is lesz benne. Holnap pénteken 19 órától egészen éjfélig a Nosztalgia Klub várja Batyus Bálba az érdeklődőket. A közösségek házában Banga István és Cibolya József húzza a talpalávalót. Október 5-én hétfőn az 1703-as halasi csata áldozatainak tiszteletére 11 órakor a II. Rákóczi Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium volt kollégiumának udvarán, délután 5 órakor pedig a búsuló kuruc szobornál lesz megemlékezés. 6-án kedden 17 órakor a Sétáló utcai emléktáblánál tartják az aradi vértanúk emléknapja alkalmából a városi megemlékezést. Ünnepi műsort a Szent József Katolikus Általános Iskola diákjai adják. Október 12-én hétfőn 19 órakor elkezdődik városunkban az őszi felnőtt színházi bérlet sorozat. Elsőként a Kárit minden dumáért című zenés kabaré kerül színre a Városi Filmszínházban. A főbb szerepeket Heller Tamás, Gergely Róbert és Kalocsai Zsuzsa alakítja majd. A programokhoz kapcsolódunk a következő beszélgetéssel, ugyanis szombaton rajtol a Rexter, a Kupa. Szeretettel köszöntöm Juhász Ágnest a stúdióban. Köszöntöm én is a nézőket. A szombati nap különleges lesz, mint mindig, és gondolom előtte a felkészülés után igen nehéz is. Hány párossal indultok, és milyen programok lesznek délelőtt? Hétfőn lezárult a nevezés 198 párral. Erre az egy napra. 19 versenyt rendezünk meg, ennek egy része ugye klubközi verseny, a gyermekkorosztálytól az ifjúsági felnőtt korosztályig, a basic osztályok, és délután 4 órakor lesz a hivatalos megnyitója a Rexter kupának, amivel elindulnak a ranglista versenyek. A párosok, akikkel most idén neveztetek, ők hogyan állnak a felkészüléssel, és mi az, amire lehet számítani majd tőlük? Én bízom benne, hogy most ebben a pillanatban is folynak az edzések, és bízom benne, hogy mindenki a legjobb formáját tudja nyújtani ezen a versenyen. A ranglista versenyek természetesen nagyon fontosak, ezekkel ranglista pontokat gyűjtenek a párosok, ami alapján delegálják őket világbajnokságokra és Európa-bajnokságokra, úgyhogy ez egy nagyon fontos állomás. 24 pár jön el az ifjú és felnőtt ranglistára, akik között tulajdonképpen a legeslegjobbak, nem csak hazai szinten, hanem világszínvonalú párosok is jönnek, akik óriási élmény lesz szerintem annak, akik megnézik és eljönnek.
illetve a junior tisztánc ranglista lesz még ő mellettük, ami azért csodálatos, mert ki fiatal gyerekekről van szó, akik úgy táncolnak már, mint egy érett felnőtt, és a professzionista ranglista verseny, erről annyit kell tudni. Ez most egy újdonság ebben az évben, mert ilyen még nem volt. Igen. Itt. Egyrészt azért, mert standard, és az Halason azért ritkábban fordul elő. A másik meg, hogy Magyarországon összesen van 3 professzionista páros standard táncokban. Sajnos 2 páros közülük kint van külföldön versenyen, és 1 jön el erre a versenyre. Nevezhetjük versenynek, mert a pontozók értékelik. Ő ugyanúgy gyűjti a ranglista pontjait, a nézők pedig egy csodálatos táncbemutatóra számíthatnak tőlük. Egy laikus számára, hogyha egy ilyen profi táncost lát, és előtte mondjuk lát rengeteg párost, mi az, ami a szemébe feltűnő? Tehát mi az, amit úgy igazán azt mondta, hogy hú, hát ilyet még soha nem láttam? Hát az eszméletlen művészi hatás, amit ők már tudnak kelteni, amit évek óta ugye gyakorolnak, hát ők már nem most kezdték, 20-25 év van mögöttük, és a kifinomultságuk, emellett egy nagyon erős erőllét, nagyon jó erőllétük van, játszanak a testükkel és a zenével. Ennyi. És mindennek harmóniában kell lenni, és mindez harmóniában, igen. Egy különleges páros is érkezik idén, és nagyon szép tánc bemutatóval kürrel készülnek. Kik lesznek ők? Igen, ők Turcsány Gergely és Bendó Csilla jönnek ismét, akik kifejezetten erre a rendezvényre egy produkcióval fognak majd bemutatkozni. Ők ugye most a showtánc világában jeleskednek, és itt szeretnének ebből egy kis etüdöt megmutatni, illetve hát a picikéink is, akik nem versenyeznek még, ők is bemutatoznak, és rettenetesen izgulnak. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és elmondtad, szombaton mikor várjátok, és hol a nézőket. Igen. És érdeklődőket. Szombaton a Vári Szabó sportcsarnokban várjuk, a nézőket reggel 10 órától, és a délutáni rész pedig délután 4 órától kezdődik, este 7:30-8-ig körülbelül. Nagyon szépen köszönöm nagyon sikeres versenyzést kívánok. Köszönjük. Mai magazinunk végén a nagy sikerű indiai est egy különleges produkciójával fogunk zárni. Köszönöm, hogy megtiszteltek ma figyelmükkel, viszontlátásra!